A következő műsorszám megtekintése 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Kívánok, sziasztok! A mai történetünket ott kezdeném elmesélni, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt azon vettem észre magam, hogy egyszerűen nem bírok leválni egy frekvenciáról. Annak ellenére, hogy engem alapvetően nem érdekelnek a közügyek és a napi politikai események, mégis érdeklődéssel hallgattam két nagyon fajsúlyos orgánumot a 98,6 MHz-es frekvencián. Most jelen pillanatban szándékosan nem nevezem meg a rádiódot, bár ez elkerülhetetlen a ti esetetekben. Üdvözlöm ezt a két fajsúlyos orgánumot, Puzsé Robertet és Gödri Bulcsút, akik a legnagyobb sajnálatomra már, hogy fogalmazzuk ezt meg, kikerültek ebből a csatornából? Már megint még mindig, tehát ez nem az első eset. Nem az első, és soha nem lehet tudni, hogy meddig tart a száműzöttség, de az már nagyon valószínű, hogy az a brand, amivel most újfent jelentkeztünk, ez a szélső közép, ez most szinte biztosan végleg eltűnik a magyar médiából. De ez nem volt egy új brand, nem igaz? Hiszen a szélső középnek azért van már egy elég komoly múltja. Tehát ezt nem a kávérádión kezdtétek el. Ez gyakorlatilag ezt a brandet ezt két évig vittük az egyik, a főváros nevét is tartalmazó rádióban, ami aztán később nevet is váltott. Gyakorlatilag nem volt ez nagyon tudatosan pengére felépítve, hogy miről van szó. Volt egy űr, amit a média kínált nekünk. Egyszerűen a kapus nem volt sehol, elfeküdtek a védők, nálunk volt a labda, nem lehetett mit csinálni. Ez baromi egyszerű volt, hiszen független, közérdekű, közérthető politikai műsort senki nem csinált. Na, ezek a kulisszavak egyenként, pont erről van szó. Na és mit gondoltok most, hogy ezt miért nem meri vállalni senki? Mert ugye próbálkozások vannak, ezeket mondjuk ti generáltátok, tehát kellettek olyan döntéshozók, akik azt mondták, hogy rendben van, tudjuk, hogy mit vásárolunk be most éppenséggel, és aztán mégis kiforoltak, nem egy olyan kereskedelmi médiumról beszélünk, amelyek utána végül is elhagytak benneteket. Ez igénykérdés, tehát ezek a kereskedelmi médiumok, ezek pénzből élnek. Jelenleg ma egy esztrád bulvárral foglalkozó kereskedelmi rádiónak semmi szükség a politikára. Minek is az neki? Nem akarja ő az emberek idegrendszerét borzolni, ő el van a 30 másodperces megszólalásokkal, semmi szükség a politikára. Akik viszont politikai típusú műsorokat csinálnak, azok pedig egy pillanatra sem szeretnének függetlenek lenni, mert pont onnan kapják a pénzüket. Tehát mi ebből a médiapixisből csak kiesni tudunk, az merő szeszélye bizonyos rádióknak, hogy flörtölnek velünk. De azért veletek kapcsolatban szerintem nem muszáj csak a politikán lovagolni, hiszen ti nem csak a politikáról szóltatok, hanem legalább annyira a világgazdaságról, a filozófiáról, médiakritikáról. Ebben a tekintetben egyébként örülök, hogy távozhatok az említett rádióból, mert előbb-utóbb sorra kerültem volna én is a Féregjuk című médiakritikai magazinműsorba, ugye, ami szintén megélt pár szép napot, szép alkalmat, de... Percéd voltak hátra. Éreztem én ezt, hogy most megváltom akkor most itt a szebb jövőmet. Globalizációról, környezetvédelemről, szóval mi szeretünk nagyon sok mindenről beszélni, mert van a mi, meg van a hogyan. És mi elsősorban hogyant jelentünk, tehát a szélső közép, mint brand, és úgy általában az a fajta megszólalás, amiben mi hiszünk, ez egy dolgot jelent alapvetően, független és érdemi beszédet, ami közérthető és közérdekű. Tehát az érdemi beszéd az azt jelenti, hogy nem csak a szél dobogtatja a pofánkat, hanem amikor beszélünk, akkor az annak van valamiféle igénye a közösség iránt, vagy a média iránt, vagy a társadalom iránt, vagy a saját pszichénk iránt, vagy a környezetünk iránt, vagy bármi iránt, ami meghatározza a hétköznapjainkat. Tehát, hogy szeretünk beszélni, de nem beszélünk csak azért, hogy beszéljünk. Tehát van valami igényünk ezzel a dologgal kapcsolatban. Most kétféle médium van alapvetően, van a zenélős médium,
már a rádiók között, megvan a Talking Radio. Most amelyik zenél, az nagyon könnyed, nagyon laza, és nagyon nem fér bele az, hogy mi ott a szánkat jártassuk, ha pedig belefér, akkor maximum egy hónapig, amint a mellékelt ábra mutatja. Amelyik meg Talking Radio, az meg szinte mind megjátsza a függetlenséget, de a függetlenség megjátszásának ez a sajátosan magyar módja, ez a középre helyezkedő, hogy is fogalmazhatnánk? Hát objektivizáló. Igen, igen, igen. Tehát, hogy mi így igazából csak objektíven vizsgáljuk a vonatkozásokat. Hát támad itt egy hatalmi űr. Én úgy gondolom, hogy egy kommunikációs hiba lenne, hogyha már most megpróbálnák betölteni. Egy-másfél hónapot jósolok. Tehát, hogy így véletlenül meg ne tudjuk a véleményedet. Tehát azt mondjad meg, hogy kire szavaztál és miért. Hát én azt hiszem, hogy nekem nem ez a feladat. Jó, de akkor kinek ez a feladat? Tehát, ki az, aki értéket oszt? Vagy értéket ítél. Ki? Akiben van potencia, és akiben van küldetéstudat, nem? Legalábbis ez hiányzik azért azokból a markáns hangokból, akik igazából így felülnek a saját szájukra, mert nem merik kimondani a valót. És ez még nem is küldetéstudat. Az a mély döbbenetes valóság ma a médiában, hogy egyéni, szubjektív véleményeket megfogalmazni az egyfajta tabutörés. Mi valójában nem csináltunk mást, mint hogy nagyon tudatosan amatőrök akartunk maradni, és azt a fajta hangulatot és harciasságot, amit az ember egy nappaliba berúgva megenged magának, azt megpróbáltuk megengedni magunknak egy stúdióban is. És onnantól kezdve, hogy te egyéni véleményeket megmersz fogalmazni, ez az a hogyan, amiről a Robi beszél, az mindenképpen újszerű Magyarországon, és ez nem a mi érdemünk, ez a magyar médiának az óriási csődje. Óriási. Én ennél a végszónál most megállnék egy kicsikét, most jön egy klip, utána jövünk vissza, de én szeretnének arra búzítani benneteket, hogy mindenképp szóljatok hozzá a műsorhoz 0-1-877-1545, már csak azért is, mert hogyha esetleg elmulasztottátok a szélső közép adásának hallgatását, most legalább alkalmatok nyílt arra, hogy megismerjetek két forradalmi lángelmét, és hogy ők hogyan gondolkodnak most. Ezt erre fogjuk kihasználni, ez a cél. Szóval kapcsolódjatok be, hogyha ti is érzitek magatokban a potenciát. Roberttel és Gödri Bulcsúval folytatjuk a műsort a szélső közép két megmondó emberével, de most már nem hárman vagyunk, hanem négyen, mert itt van az éterben valaki, aki hozzá kíván szólni a műsorhoz. Halló, halló! Jó estét! Az előbb még itt volt, nem baj, majd visszakapcsol, hogyha... Itt vagyok, halló, itt halló. Vagyok. Jó estét! Jó estét! Halló! Jó estét! Hello. Tiéd a szó? Csak bátran? Én csak azért telefonálok nektek, hogy egész egyszerűen be vagyok sújtva. Miért? Hát azért, mert nagyon élveztem ezt a két órát, már a másik csatornán is, ahonnan eljöttetek. Azt nem is értettem, hogy ide, erre hogy kerültök. Na mindegy, utána hát úgy, hogy speciál a kollégáim és én úgy gondoltuk, hogy nekik itt a helyük. Egy ilyen sajnálatos válás után mindenféleképpen meg kell hallgatni az alkotókat. És azon a Egonnal mi volt a probléma? Hát Rónai Egonnal is hasonló problémák voltak a szponzortól való, illetve hát a szponzor hiányától, a szponzor távolmaradásától való páni félelem és apokaliptikus rettegés. Az, ami minden esetben az ellen szól, hogy mi újra megszólaljunk. Tehát így az a gondolat, hogy a szponzor az attól fél, hogyha mi ott beszélünk, és érdekes módon a kereskedelmi médiastruktúra az arról kéne, hogy szóljon, hogy a szponzor az ne a tévéműsort nézze, az nézze a nézettségi meg hallgatottsági adatokat. És hogyha a tévéműsor vagy rádióműsor az jó adatokat produkál, akkor a szponzort az győzze meg. Tehát a szponzor az végül is, vagy hirdető, vagy nevezd, ahogy akarod, végül is nem azzal a céllal jelentett meg egy hirdetést valamelyik médiumban, hogy a neki személyesen tetsző médiumban hirdessen, mert az ilyen vezetőket, az ilyen menedzsmentet el kell, hogy bocsássa, szélnek kell, hogy eresz a tulajdonosi kör, hiszen a saját ízlésének szolgáltatja ki a hirdetési politikát, nem pedig a hallgatottsági nézettségi adatoknak, ami a valóságos érdeke lenne az adott cégnek. Tehát, na most Robika, egy pillanatot lehet kérdeznem? Tessék! Én megnéztem az interneten is, és láttam, hogy a nevezett csatornán a leghallgatottabb műsor vagytok, és speciál te a legnépszerűbb műsorvezető voltál.
Hát akkor most ezt egyáltalán nem értem, hogy megnéztem az összes többi műsort, a műsorvezetőket, és magasan vezettek. Akkor hogy van ez? Ez fel sem merült. Tudod, az a helyzet, hogy 19. századi módon gondolkodunk erről, mármint ami a befektetőket illeti. A befektetők azt hiszik, hogy, illetve nem olvastak soha semmilyen marketingkönyvet, én se túl sokat, csak azt tudom, hogy mindegyiknek az első lapján az van, hogy ne magadból indulj ki. Amit te marketingben el lehet követni hiba, az az, hogy te, mint befektető, neked van egy ideális műsorképed, és hogyha nem azt kapod, akkor rossz a műsor. Ez egy nagyon amatőr hozzáállás. Ma már nyugaton és nagyon sok külföldi médiában az a trend, hogy a globalizáció kritikus érveket azért engedik be, sőt, azért szponzorálják, mert nézettséget, hallgatottságot hoz, és az ad neked pénzt, kedves befektető. Úgyhogy ránk érdemes fogadni, mert igenis tudtunk hallgatottságot hozni, a Robi személyében eléggé népszerű volt, csak mivel még mindig ugyanilyen módon fogjuk fel ezt a dolgot, hogy majd a befektető az, aki diktál, ezért tartunk nagyon sok helyen ilyen Silány Média viszonyok között. És nem lehet, hogy az a probléma, bocsásson meg, ezzel kapcsolatban nekem is van egy teóriám, hogy ugye minden nagyobb médium mögött azért rengeteg befektető áll, ezt mindenki tudja pontosan. Nem lehet, hogy ahogy van egy ilyen téves marketing szemlélet, amit ők hajtogatnak egyfolytában, hogy hát nagyon jó a műsor, és a nézettség és hallgatottsági mutatók is ezt bizonyítják, tehát végtére is maradhatna nyugodtan programon, csak egy a baj, hogy a cégpolitika és a cég image nem pontosabban ehhez, a műsor hangneme nem tud idomulni mindahhoz, amit mi képviselünk. Bocsássak, csak egy mondat, kimondtad a kulcsot. Nem ettől félnek. A kulcsot, cégpolitika, ez az uram bátyámnak az országa, tehát itt minden céges döntés egyfajta belső kamarilla harcnak az eredménye, a Józsi megegyezik a Ferivel, a Béláról, pontosan minden döntés így jön létre, és természetesen egy ilyen közegben, egy ilyen műsor nem fog tudni túl sokáig életben maradni. Tehát nem valós üzleti stratégiákat látok, mert ha az lett volna, akkor tudatos lett volna a mi műsorunk, vagy a mi termékünknek a megvétele a rádiónál, ahol voltunk, és akkor nem buktak volna ki. Tehát, hogyha ez egy tudatos céges koncepció lett volna, akkor ez nem történik. De tudod mit, engem meg nem érdekel. Nem érdekel a cégpolitika, és nem érdekel a céges koncepció, és nem érdekelnek a döntési mechanizmusok. Mert nem az én dolgom. Nem vezetek céget, nem vagyok főszerkesztő, nem vagyok ügyvezető igazgató, nem vagyok tulajdonos, nem vagyok menedzsment, én egy műsorvezető vagyok. És engem meggyőztek arról, hogy ez a koncepció, ami a szélső közép, ez kell a Rádió Café nevű médiumnak. De most beszéltünk több médiumról, bármilyen médiumról beszélhetünk, csak itt most ennek a dolognak ez az apropója. Szóval, láttad a Profit? A Profit című filmet? Igen. Jean-Paul Belmondóval a főszerepben, az egyik legjobb film a világon. Jocelyn Beaumont, akit meggyőztek arról, hogy menjen el Malagavi köztársaságba és gyilkolja meg Jala elnököt. És Jocelyn Beaumont mondta, hogy biztos, hogy meg kell gyilkolni, hát nem lenne más diplomáciai megoldás, vagy valami más, hogy esetleg meg lehetne ezt oldani máshogy. Nem, te kell lesz nekünk, hogy meggyilkold Jala elnököt a Malagavi köztársaságban. Jó, Jocelyn Beaumont meggyőzték, Jocelyn Beaumont elment a Malagavi köztársaságba, és amikor meg akarta volna gyilkolni Jala elnököt, amivel megbízta őt a francia titkosszolgálat, akkor őt eladták Jala elnöknek, és ment a koncentrációs táborba. Miért? Azért, mert megváltozott az üzletpolitika, vagy megváltozott a francia állam diplomáciai érdeke hétfőről szerdára. Tehát konkrétan Jocelyn Beaumont ezért eladták. Na most én úgy érzem magam, mint Jocelyn Beaumont. Engem meggyőztek arról. Bár én mondtam, hogy lehet, hogy nem ez kéne, lehet, hogy ez nektek nem van. Hát nem árultatok zsákbacskát, az biztos. Hát nagyon nem, mert másfél éven keresztül nyomadtuk ezt a szélsőközép nevű brandet, ezt ismerték, tehát tudták, hogy ez micsoda. Megvették, azt mondták, hogy ez kell, meggyőztek, elkezdtük csinálni, ami nekem egyedül a probléma, hogy nem kaptuk meg az esélyt igazából, érdemileg nem kaptuk meg az esélyt. 24 adásunk volt, és 24 adás után levettek minket. És nem kell nekünk megadni az esélyt. Csak ha megadják nekünk, akkor adják meg nekünk. Ha nem adják meg, azt mi nagyon megértjük. Tehát higgyed el, hogy nagyon megértjük. És tisztában vagyunk azzal, hogy a mai kereskedelmi média struktúrában mi egy fájófog vagyunk. És senki nem szereti, ha fáj a foga. És ezért engem nem volt könnyű meggyőzni arról, hogy Jala elnököt meg kell ölni. De aztán, ha oda megyek egy puskával, akkor ne vigyenek el engem a koncentrációs táborba, hogy én egy terrorista vagyok, mert én a francia titkosszolgálatnak az érdekeit képviselem, a francia államot képviselem. Nem?
Abszolút, figyelj, abszolút. Minden mondatnak súlya van, és habár mondjuk nagyon sok ember szerintem a hallgatóság közül megrökönyödött első hallásra mondjuk azon a fajta arrogancián, vagy azon a heves beszédstíluson, amit még azon, tehát azelőtt korábban nem hallhatott, csak Puzsér Robert beköszöntével szerintem, az biztos, hogy sok embert ez elijesztett, de szerintem értük nem is kár, mert nem figyeltek oda a tartalomra. Viszont egy picit most átmehetek, szerintem lazítsunk most azért ezen a feszült hangulaton. Nézzük meg egy filmet, ami szintén a te nevedet filmjelzi, Robi. Ez az Önkéntes biztonsági őr. Szerintem sokan a neten már találkoztak ezzel a figurával. Akik nem ismerik őt, azok most tapadjanak a képernyőre, és akkor innen folytatjuk. Tudják, hogy itt nem lehet forgatni. Biztosított terve. Uraim! Uraim! 1-2-re rendbe sorba a kerékpárokat. Az oszlop mellé. Ide a szoborcsoport mellé, sorba egymás mellé a kerékpárokat. 1-2. Semmi probléma, helyezzék el egymás mellé a kerékpárokat. Itt jönnek a turisták, német turisták a múltkor. Problémáztak, ráugrottak egy kerékpárral, ide egymás mellé, szépen rendben, rend kell, hogy legyen. Nem a buszra akart felszállni? Autóval jár. Nagyon sajnálom, nekem a főnököm ezt mondta. Tudom. Nem tehetek róla. Gróki, a nevem. Láthatnám? Igen, megtekinthetném ezt. Köszönöm. Megnézhetem a táskáját? De akkor elmegy a buszon. De szevaszkodik, a légy jó, majd hétfőn találkozunk. Megnézhetem azt a táskát? Ezt is nyugodtan. Még az utcán is. De mit akar? Az öcseikkel? Biztosítanom kell a villamost. Pontosan azért, hogy sem kés, sem szúró, sem vágóeszköz ne kerülhessen fel a villamosra. Hát utasom valami igazolvány, tehát akárkinek nem jutott ez. Önkéntes biztonsági őr vagyok. De önnek nincsen ilyen, ha jól tudom. Szabad megnéznem? Mobiltelefon, cigaretta. Rendben van, hölgyem. Rendben van. Nagyon jó utat kívánok! Főnök úr, be van zárva az ajtó, biztosítottam a helyszínt. Végeztem. Nagyon sokat mondom, nagyon sokat mondom, és mondjuk azt még megértem, hogy egy idősödő asszonynak nem tűnik fel ez a titulus, hogy önkéntes biztonsági őr, de egyébként senkinek, tehát senki nem vette le. De ilyen papírok vannak, tehát ilyen papírok, minden papír valamennyire ilyen papír, hogy mutatok egy papírt, és hogyha elég pecsét van rajta, akkor nekem jogom van, hatalmam van felettet kvázi. Tehát hányszor hallottad már azt a frázist, hogy én nem tehetek róla, nekem a főnököm ezt mondta, és mindenki ezzel érvel. Tehát mindenkinek van egy főnöke, aki ezt mondta, és a csúcson ott van George Bush, aki azt mondta. Tehát, hogy és mindenki arra hivatkozik, hogy én nem teltek róla, nekem a főnököm ezt mondta. De mi az értelme az intézkedésnek? Nézze, ne vitatkozzon velem. Itt van a papír, erre hivatkozom, és a főnököm azt mondta, hogy. És ennyi. Ezt a filmet mi hívta életre? Tehát a benned munkálkodó emberjogi elkötelezettség, vagy volt valami affér egy biztibolja? Nem, ez az erőszakállam. Tehát így alapvetően bennem van egy ilyen meglehetősen kevéssé elfolytott anarchista érzésvilág. Együtt halljak itt a... Szóval, és ez... Sokokban egyébként. Igen, és ez... De ezt nem kell szégyelni, másnak is van trippere, ez nem egy olyan betegség, ezt ma már lehet gyógyítani, semmi probléma. Szóval, de nem, és ez a biztonsági őr dolog, ez bennem, hát két dolgot is elmond. Egyrészt az erőszak
hogy mondjam, alaptalanságával, mert hogy itt valójában egy cég megbíz egy másik céget, és az a cég téged céges alapon erőszakoskodik veled, terrorizál téged. Tehát, hogy ez nem a mi erőszakunk, mert hogyha egy rendőr csinálja ezt, attól is ideges vagyok, de őróla legalább elmondhatjuk, hogy elvileg, hivatalosan, persze tudjuk, hogy nem így van, de mi bízzuk meg őket, mert hogy ugye mi választunk egy kormányt, a kormány kinevezi a belügyminisztert, a belügyminiszter az a rendőrkapitányt, a rendőrkapitány pedig nem látja valahogy a diperát, tehát nem ismeri fel. De a biztonságűr esetében ez sokkal durvább, tehát ott neked ehhez nincs kapcsolatod, nincs között hozzá, tehát ott téged egy cég leterrorizál. Na, a biztonságűrség az azért érdekes nagyon, mert ma már, ezt talán kevesen tudják, a magyar honvédség laktanyáit is biztonsági őrök védik. Tehát a magyar honvédség az jelenleg ott tart, az hogy nagyon, nem képes arra... Az nagyon kemény, így van, és ki is fizeti külső cégeknek azt a nem kevés pénzt. A magyar államot kéne védeniük, és a saját laktanyájukat nem tudják megvédeni, hanem kiszervezik biztonsági őrnek. Csak egy mondat, mert nagyon találó, hogy ez ide lett bejátszva. Hát pontosan ilyen önkéntes biztonsági őröknek köszönhető az, hogy ma itt ülünk, és nem egy rádióstúdióban. Egyrészt van egyfajta öncenzúra az emberekben, majd arról beszélhetünk, hogy ez mennyire mindenképp. És mennyire cenzúra, de pontosan ugyanezek a mechanizmusok működnek. A befektető nevezetű, nem létező papírt lobogtatják emberek, egyéni felelősséget senki nem vállal el, mi viszont a viperával találkozunk, vagy az adásszünettel. És tudjátok, miért fontos ez, ami most következik? Hát a közszolgálati percek kifacsarva egy kicsikét idézőjelben, hát kereskedelmi célokat. Úgyhogy jönnek a reklámok, a kedvenceik egyenként. Végrehögtük a reklámokat, de csak azért, mert nem láttuk, tehát nem volt mi bosszankodni, hál' Istennek. Viszont így belecsaptunk miközben itt egy ilyen magánbeszélgetés keretében, mondjuk hát így a bulvár világába, amit azért ti is így kardérra hánytatok jó párszor, legalábbis az elmúlt egy hónapban. Hát nehéz túlzottan bármit is mondani a bulvárról, lévén, hogy az a felismerhető tulajdonság, a Magyarországon nincsen bulvár, ezt jobb, hogyha tisztázzuk. A bulvár az arról szól, hogy híres emberek kemény, erős lebukásait mutatják be. Drogozott az ez, megcsalta az, stb. Ez a bulvár, ez a működés. De ez egy teljesen, nekem úgy tűnik fél, hogy ők, akik szerepelnek a bulvár újságok, és bárhol, most bármilyen formátumot emlegethetünk, ők teljes szimbiózisban élnek, nem? Tehát akikről szólnak a hírek, akik gyártják a híreket, és akik ebből kasszálnak, mert mindenki kasszából ennyit teljesen, mindenki jól jár. Ahelyett, hogy lebuktatnák őket, ahelyett csörög a telefonja a bulvár újság főszerkesztőjének, vagy szerkesztőjének, vagy fotoriporterének, és ki van a telefon végén? A sztár menedzsere, aki elmondja a napi sztorit. Mi történt ma a sztárral? Tehát a bulvár újságírás az arról szól, hogy nem a sztár menedzsere adja a tippet, hanem valami informátor, akiről a sztár meg a menedzsere nem is tud. Az újságíró oda megy, lebuktatja, kiderül, hogy éppen kokain cippant, kiderül, hogy éppen nem tudom én valami prostival döngett, kiderülnek durvaságok, amiket lead a bulvárújság. Ez lenne a bulvárújságírás. Magyarországon a bulvárújságírás az egy ilyen, egy tömény kamu, ami arról szól, hogy érdektelenebbnél érdektelenebb dolgok, tehát késett a busz, tegnap hagymásat evett, előtte csípőset, tehát hogy egyáltalán teljesen érdektelen, alapvetően azt az élményt szolgálja Magyarországon a bulvár, hogy éld át, hogy ezek a félistenek, ezek valóban tényleg óriások, elérhetetlenek a te számodra, bár igazából senkik, de mi által válnak elérhetetlenné, hogy ott vannak az újságban. De van egy nagyon speciális tulajdonsága a magyar bulvárnak, ez az, hogy nagyon tudatosan semmit mondó híreket gyárt, már pedig azért, mert folyamatosan azt érezteti, hogy bármikor lehetsz a csúcson. Bármikor lehetsz te a bulvár média célpontja is. Hát ugye az az élet teteje. Egyszer ott lenni alapon. Hagymásat evett? Hát ilyet te is tudsz. Te belőled is lehet bármikor. Neked, te is elhetsz hagymásat. Neked azt kell érezned, hogy téged a média tesz emberré, és semmi mást hozzá nem kell leraknod, ezért a médiával kell folyamatosan jó kapcsolatot ápolni. Csak egy történet. Ismerőseim egy zenekarban játszanak, és amikor különböző szívességi rendszereken keresztül jutottak, akkor eljutottak odájuk, hogy egy bulvár újságíró azt mondta, hogy na jó, akkor most én jövök nektek. Felhívta egy hónap múlva őket, és mondta, hogy na, van egy hetetek, találjátok ki, hogy mi a sztori. Ez még nem az a kategória, amikor lefekhetsz Cameron Diazzal, tehát ez még egy...
Tehát, hogy megharaptad a kutyát, éces vagy. Tehát egy hét van, hogy kiadjátok a sztorit, amit le lehet adni. Egyébként, ha nem találtak ki sztorit, akkor is volt hír. Tehát akkor az volt a hír, hogy elment vásárolni, és hazaért. Szerintem egy sokkal alapvetőbb élmény lenne az, hogy megmutatni az embereknek, hogy ezek a sztárok, ezek lámcsak senkik. Tehát nem azt felmutatni, hogy senkik és te is lehetsz olyan senki, mint ők, senkik és valakik, hanem hogy ezek esendőek. Nem, csak akkor nem kell ezek... játszmában. Igen, pontosan ez a lényeg szerintem, hogy mindenkiben kialakuljon egy ilyen függés, már csak azért is, és erre nagyon sok elmondatot lehet hallani, mert ha megfigyeltek mondjuk minden nyuszis lány, aki mondjuk egy ideig felkapott, aztán utána majdnem eltűnik a sügyesztőben, minden, mit tudom én, tehetségkutató versenyből elszármazott BDZ kategóriás előadó, akik valamilyen szempontból meg érdekesek, hogyha kapnak egy lehetőséget arra, hogy megnyilatkozzanak, akkor szinte az első 5 percben azt hagyja el a szájukat, hogy na és mi lesz és hogyan tovább. Mindenki azt jelöli meg, hogy hát szeretnék a médiában elhelyezkedni. Miért van az, hogy ebben az országban mindenki a saját anyját is abuzálja szexuálisan, érted, csak hogy bekerüljön 5 percre a Rivalda fénybe? Azért, mert az a létezésnek az übertere, a létezés überfoka, az ma az Olimposz, ahol az istenek élnek, és nektárt csepegtetnek, és állandóan szexelnek, és kokainban úsznak, és az úszómedence mellett hatalmas szilikonpartikat csapnak egymás között, mert ez a média, ez Magyarországon a média. És természetesen az, hogy én a médiában szeretnék dolgozni, az soha nem azt jelenti, hogy én szeretném szerkeszteni azt a műsort, hanem hogy... Nem, hát ott lenni a képernyőn, kitölteni az egészet, persze. Én nem értek egyet a Robival, bár baromi jól világít meg egy dolgot, de szerintem nem az Olympusról van szó, a média csinál belőled embert. Szerintem még soha nem volt az emberiség történetében ennyire határozottan egy olyan generáció, akinek semmilyen identitásképe nincs. Tehát nincsen önképe, fogalma sincs magáról, teljesen el van veszve, egyébként ez egy természetes állapot, én is így vagyok vele, megpróbálom könyvekből, meg egyéb helyekről vagy összelopni, összeguberálni a saját identitásomat, csak nem mindenki él rá erre, vagy nem tudom ki, hogy van vele, van, aki vásárolja az identitást. Vásárolod a boltban az identitást, a termékkel, és a legnagyobb identitásvásár a tévé. Amivel azonosulni tudsz 0-24-ben. Igen, és akár nyugdíjas vagy, akár terhes anyuka, teljesen mindegy. A médiába kerülni, mert ott vannak az emberek, akik biztos, hogy valakik, hát ha ő tévén van, ő nem lehet egy senki. Hát erről van szó, tehát ha ő gyártja az identitást, akkor neki biztosan van. Tehát hogyha belőlem fakad az identitás, én szülöm, vagy ellem, vagy székelem az identitást, bármilyen formában okádom ki magamból az identitást, akkor az a bizonyíték arra, hogy én identifikáns vagyok. Most a médiának van egy ennél sokkal, de sokkal pontosabb definíciója, a média az korunk cenzúrája. És főleg a bulvár korunk cenzúrája, mert a bulvár az a keresztmetszet, amin semmi értelmes dolog át nem megy. Ezért ma már nincs szükség cenzúrára, nincs szükség elhallgattatni az adott médiumot, elég teletömni bulvárral, és akkor az a garantált cenzúra, mert azon értelmes üzenet át nem jut. Megy. Na de épp ezért teszem fel a kérdést, hogy tényleg ennyire ilyen mentális pusztulat honol az agyakban, érted, hogy mindenkinek le van varva a szem. Igen, hogyha ezt ilyen tömegesen fogyasztják, ezeket mindenki erre kíváncsi, nem lehet ezt megúszni valahogy, érted? Mert az egy dolog, hogy én lehet, hogy ilyen is csinálom, és rám is rám lehet dobálni rengeteg sok sarat egyébként, mert nekem is van jó pár szégyenfoltja az életemnek, amit a médiában követtem el, de mondjuk fölösleg is lenne átmenni egy ilyen mentegetőzésbe, én viszont mind a mellett, hogy csinálom, nem nézem. Hát jó, lehet, ezer kiút van ebből egyébként. Hát két kiút van belőle, vagy jobbat kell csinálni, vagy nem nézni. Tehát, hogy most más nincsen. Sokkal magasztosabb az első helyen megjelölt egyébként, de hát erre kevesen képesek nem, szerintem. Nem hiszem, hogy nem kell nézni. Én azt hiszem, hogy el kell jutni odáig, hogy az ember valahonnan összeguberál egy saját identitást, tehát magának valahogy ezt összegyűjti. Akárhogy, de. Példaképekből, akármiből, a sajátot lehet kreálni. De amíg tévét nézel, addig nem máshonnan gyűjtött, hanem a tévéből. Tehát az lenne a dolog, hogy legalább addig ne nézd, amíg felépítesz magadnak egy identitást, ami elbírja a tévé nyomását. Uh-huh. És hogyha gyártottál magadnak egy olyan erős identitást, ami adott esetben független tud lenni a tévétől, és vannak olyanok, akik ezt tévénézés mellett is el tudják sajátítani, de az emberek többsége nem, mert az emberek is olyanok, mint a víz. A kicsi ellenállás irányába szeretnek elmozdulni. És a tévénézés az
az egy nagyon-nagyon csekély ellenállást kíván. Az olyan, mint a tűzbe bámulás. Tehát, hogy azt is, az is mérés, hogyha van valahol tűz, akkor az emberek arra fordulnak, mert így néznek bele. Na most a tévé, aminek a pixeljei villognak, az ezt az élményt adja meg neked, bámulod, és ezen keresztül, ezen a tűzön keresztül nagyon-nagyon hatékonyan lehet a gondolataidat adott esetben befolyásolni, meghatározni. Hát ez egy találmány sajnos, na ez az, hogy, hogy egyébként ameddig nem volt ilyen jellegű tehát ilyen hírközlés és ilyen telekommunikáció, nem volt ekkora régi találmány, de nevezzük meg a feltalálóját is, ezt Joseph Goebbelsnek hívják, tehát ezt egyébként fontos őt is megnevezni, ő volt a náci Németország propaganda minisztere, ő találta ki azt, hogy hát akkor még nem volt televízió, akkor még film volt, hogy a film az milyen kiváló eszköze a hivatalos állami propagandának, aztán ezt később az államok is használták, de olyan magas szintre nem jutott soha, mint azt a cégek valósították meg a reklámjaikkal, meg a promózott műsoraikkal, és ami az államnak ma a szerepe, hogy 4 évenként ezt a rengeteg know-how-t, amit felhalmoz a média és a marketing, ezt felhasználja a saját maga politikai kampányaiban, ezért 4 évről 4 évre a politikai kampányok, azok mindig igazodnak az adott marketing trendekhez, amelyeket az üzlet kiformál. Jó, de a tévé sem ördögtől való dolog, egy baj van a tévével, hogy nem nézzük rendesen. Pontosan, elmondom, miről van szó. Pontosan arról van szó, amit a Robi passzivitásnak említ, hogy egy ilyen ellazult alfa állapotból nézzük mi a tévét, mi kikapcsolni akarunk, amikor tévét nézünk, és ami nem tudatos ingerké jön belém, az megy le szépen a tudatalattira. És az tehát, amit én nem racionalizálok, tehát amit nem tudom, hogy mi történik velem, mert én most kikapcsolok, én most rágógumizok, az megtörténik velem ugyanúgy, csak nem tudom, hogy mi történik. Ezért én azt mondom, hogy simán lehet független egyéni gondolkodást meg identitást kialakítani, csak nagyon kell nézni a tévét. Tehát fordítottját kell annak csinálni, amit szoktunk. Nagyon nézd, hogy mit látsz, nagyon nézd, hogy milyen szimbólumokat használnak, milyen archetipusokat használnak, milyen vágyaidat gerjesztik föl. Tehát a tévét nézd, és azt, hogy mit okoz benned. Igen, és amikor ez megvan, akkor ez egy reveláció, az egy megvilágosodás. Igen. Akkor érzed, hogy milyen erők mozdulnak meg benned, az egy valódi történet. A Bulcsúnak teljesen igaza van. De hogyha passzív vagy, akkor viszont akkor jobb esetben választhatod mondjuk az Animal Planetet például, vagy a Mezzót, nem? Ami ilyen, a maga kis lassú menetében ugyanúgy beülhet. De akár akadsz is egy tüzet és nézheted azt is. Tehát azt sem fog ártani neked. Hát tényleg a Bulcsúnak egyébként igaza van. Én speciál rengeteg tévét nézek. De én azért nézek rengeteg tévét, mert egyszerűen szeretem tudni, szerintem az egy társadalmi felelősségérzet, hogy az ember szereti tudni, hogy mi az, ami orientálja ma az embereket. Na most, ha az ember látja a tévét, akkor körülbelül látja azt, tudja azt, hogy mi az, ami jelenleg az emberekre hat. És ez fontos dolog. Tehát az ember nem kapcsolhatja ki magát a világból, mert az felelőtlenség. Tehát azt mondani 1933-ban, hogy hát itt van ez a Hitler, de ez engem nem érdekel, inkább nem tudom, én olvasok Thomas Mann-t. Mert az embernek felelőssége is van. Tehát szerintem teljesen igaz van. Van ebbe expedíció is. Hát a Jungnak az egész világot körbe kellett utaznia, hogy kollektív tudatalatti jelképek lásson, nem kellett volna. Ott a tévé. Ma a világ kollektív tudatalattiát szeretnéd látni, be kell kapcsolnod a tévét, és meg kell nézned, hogy mi az, ami történik velünk. Ma már a tévé olyan mértékben költözött be az életünkbe, hogy a tudatalattid, a te agyadnak a fejedben lévő szalag 70%-a az, amit a tévéből kapsz. De ez tragédia egyébként. Szerintem itt van Patrik a vonalban, engedjük be őt is a kerekasztal beszélgetésbe. Halló, szia! Jó estét! Sziasztok, Patrik vagyok. Hello. Hello, sziasztok! Már gondolom adásban vagyok. Abszolút, tiéd a szó, hallgatunk! Oké, na, annyit szeretnék először is maximális tisztelet meg ilyesmi a srácoknak, főleg a Robit ismertem ezelőtt. Igazából én nem nagyon hallgattam a szélső középadását, de csak azért, mert még nem ismertem, de olvastam nagyon sok mindent. Egy dolgot szeretnék kérdezni, szerintetek nem veszélyes ez, amit csináltok, vagy van-e ma félnivalótok? Nagyon jó a kérdés. De egyébként jó a kérdés szerintem, és ez sok mindenkinek megfogalmazódik egyébként a fejében. Mi lesz, Robi? Tudod, nemzetbiztonság. Jól meg leszünk, mi lesz velünk? De jó a kérdés. Nincs komoly félnivaló. Én nem hiszem, hogy komoly félnivalónk lenne ez.
sem. Teljesen kizárt. Ugyan már. Várjátok, alig hallok titeket. Nem. Nincsen félni való. Nem hiszem. Mitől kéne félnünk, vagy hogy érted? Hogy megruháznak minket, nincs Csintalan Sándort, úgy érted? Vagy hogy? Mitől? Kapunk. Hát, csintalankodtuk, az biztos. Remélem, hogy nem ruháznak meg titeket ezért. Hát nagyon sok mindenkit sértetek, az biztos. Sok mindenkinek az érdekét sértitek. Megmondom, hogy miért nem félek én. Azért nem félek, mert mindenki Magyarországon alapvetően negatív módon határozza meg magát. Tehát mondjuk van a két nagy politikai tábor, a jobb oldal meg a bal oldal, és most nem említek neveket. Hogyha valaki a jobb oldali tömböt, de én szerintem a jobb oldal nem jobb oldali, a bal oldal nem bal oldali, de így szokás őket nevezni, úgyhogy most nevezzük őket így csak az érthetőség kedvéért. Ha valaki a jobb oldali tömböt szidja, akkor azt alapvetően nem fogják utálni a jobb oldalon, mert ők azt utálják, ha valaki a baloldali tömböt dicséri. Szintén, hogyha valaki a baloldali tömböt szídja, azt a baloldalon igazán nem utálják. Hát nem értenek vele egyet, de ők igazán azt utálják, ha valaki a jobb oldali tömböt dicséri. Miután mi nem dicsérünk senkit, igazából minket igazán nem utál senki, félni ezért elsősorban nem nekünk van okunk, hanem azoknak, akik úgy gondolják, hogy a hirdető fél tőlünk. Még további két hasznunk van, csak gyorsan. Az egyik, a politika tudja azt mondani, hogy íme, hát lehetőséget adok ezeknek az alternatív gondolatoknak is. Szabad ez a játéktér, szólásszabadság van, a demokrácia teszten átmentünk, hiszen van szélső közép. Nekik mi baromi jó befektetés vagyunk. A cégeknek azért vagyunk baromi jó befektetés, mert ami mosdatlan szánkkal, ezt a globalizáció kritikát, ezt azonnal ilyen mosdatlanul csináljuk, tehát rá lehet mondani, hogy hát ilyen büdös prolik csinálják ezt, mint a Robi meg a Bulcsú. Hát ezekhez akarsz te tartozni, és nem a király cipőt akarod felhúzni a lábadra. Tehát mi mindenkinek valójában amellett, hogy ellenfele vagyunk, ugyanúgy a barátja is vagyunk, lévén, hogy ilyen módon hozunk nekik egy csomó tőkét. Na ez sok mindenkinek nem esett le, pont ez volt a baj szerintem. Na, értelek, ez tetszett egyébként. Patrik, ne arra, hogy meg kell köszönnem a közreműködést, nem szívesen, de... Hatalmas idő van. Köszönet és tisztelet a megjelent uraknak, meg nektek. Köszönjük. Is. Köszönjük. A egy klip után folytatjuk. Csak így, tovább. Kösz. Can't Stop the Rock, ugye tök jó, de ezt lehet másképp is mondjuk, ahogy Puzsér Robi csinálta. Nézzétek csak. Richard, ha ezt a dalt hallja, mindig mély depresszióba zuhan. A 39 éves férfi napjait a félelemmel teli szorongást tölti ki. Dohányosként nem tud szabadulni a gondolattól, hogy a rák bármelyik nap megtámadhatja a szervezetét. Rák. A titokzatos kór, amelyben évente milliók halnak meg világszerte. De vajon mi is állhat az ördögi betegség hátterében? Ez a szar meg fog ölni, Cigi? Nagy a cigi. Felirat. Szóval a dohányzás halálos tüdőrákot okoz. Évente 14.600-szor nézed végig azt, hogy a dohányzás halálos tüdőrákot okoz. Tehát ki nem kap rákot? Ma már minden pszichoszomatikus. Az egész világ. Kérünk egy másik cigit. Nézd, itt a másik. A dohányzás károsítja a spermákat és gyengíti a megtermékenyítő képességet. Na, a világ fogamzásgátlása milliárdokat költ. Ha esetleg a dohánygyártó multinacionális cégek nyomásán túl is lát az ember, a sorsa írta égi jeleket mégsem hagyhatja figyelmen kívül. Neked mi a horoszkópod? Rák. Rák? Rák. Akkor ne csodálkozzál, hogy daganatos leszel ember. Hogyha úgy érvezi érted, hogy rák vagy, akkor vagy utóbb biztos, hogy rákos leszel szerintem. Nekem volt egy haverom, aki ikrek volt, és a végén meg már teljesen bekadta. Nem tudta eldönteni, hogy most akkor melyik a kettő közül, és kiszofrénye lett a csávó. A helyett a sűrűsebb csillagért változtatni. Lehet, hogy mondjuk skorpió, szerintem majdnem ugyanaz. Legalábbis a horoszkóp függők szerint. De a gyilkos kor kialakulására más magyarázatot is találhatunk. Nézzél körül a fogyasztói társadalomban, ahol élsz. Mindenütt tombol az egohisztéria. Szerzési mánia. Individualizmus. Olyan ez, mint a rák. Ennek a szellemében élsz. Ez a nyugati kapitalizmus. Akkor egy sejt elfelejtkezik arról, hogy egy nagyobb organizmusnak a része, és azt kéne, hogy szolgálja. Ugyanilyen vagy te is. Ugyanilyen itt mindenki.
Azt gondolod, hogy csak te magad létezel, és csak a saját magad kedvére élsz, és csak a saját magad hasznára élsz. Szerzel, birtokolsz, ráksz előre, mint a rák. Aztán csodálkozol, rákos leszel. Ez a szellemiséged. Nem csoda. Hát ez az a műfaj, amit így kevesen csinálnak jól Magyarországon szerintem. Tehát, hogy egyben ismeretterjesztő és szórakoztató is. És elgondolkodtató is. A rák az, nem, az a műfaj, amit nagyon sokan csinálnak jól ebben az országban és világszerte. És ez alapvetően a globalizációra vezethető vissza. Tehát a rák az egy civilizációs betegség, és egy globális betegség. És a globalizáció, amennyiben a globális kapitalizmus a földrákja, ugyanúgy a fraktál elméletnek a jegyében, ahogyan a kicsi a nagyban jelen van és leképezi azt, ugyanolyan módon az individumok, amelyek képezik, amelyek alkotják ezt a hatalmas nagy civilizációt, éppen úgy rákosodnak el. Fé, az elnépesedésnek bizonyos, hogy valahogy megállt kell parancsolni. Hát itt egy alien tessék, az maga a rák. Anyámnak, mikor diagnosztizálták, akkor azt mondta az orvosa, hogy hát egy alienhez hasonlította egyébként. Azt mondta, hogy hát sajnos Sándor, hogyha az édesanyjának a fejét levege, akkor is vissza nem érte. Tehát valamit azért tud ez. Sajnos, de civilizációs beszélség, ebben egyetértünk. Viszont most ugye a végére még azért, hát nem sok időnk van még, van egy 7 perc, ami azért nektek nem elegendő akármire. De most mi lesz veletek? Én azon gondolkoztam most végig itt a beszélgetés során, hogy ha bár én is szeretnék gyarapodni szellemileg és fejlődni, bár mondjuk szokták azt mondani, hogy egy erős embernek az italát azért nem érdemes elvenni, és hogy az erőviszonyokat így értsétek, hogy mire akarok célozni. Hát én veletek biztos, hogy műveltségi vetélkedőben egyszerre nem szeretnék szerepelni, de ez volt most, tudod, az ilyen... Csak hogy nehogy bekerüljek majd a féreglyukba, viszont... Milyen féreglyukba? Mondod, hogy nekünk nem elég a 7 perc. Hát a 7 perc, az pontosan 7 perccel több, mint ami nekünk a médiában most adva van. Tehát, hogy Oké, világos, de mi lesz veletek most? És mi van, nem lesz velünk semmi. Tehát ez is egy olyan rettegés, azért gondolom, hogy tudod, Jézusom, mert nem maradhat, eltűnhetünk a médiában. Azért azt gondolom, hogy azok az emberek, akikben megvan a motiváció, és igen, meg akarnak nyilatkozni, azoknak kell valami. Tehát nem lehetek ti sokáig a parlagon. Hát szerintem nem mi rólunk kéne, hogy szóljon ez a dolog, hanem egy jelenségről, ami hiányzik a magyar médiából és hiányzik a magyar közgondolkodásból. Hogyha mi ennek a jelenségnek referenciát tudtunk teremteni, és ezután majd ez ilyen módon tud megjelenni az emberek tudatában, hogy kell, hogy legyen egyfajta érdemi beszéd a médiában, és ez meg kell, hogy jelenjen, akkor tök jó. Ha majd ezt csinálja valaki más, ha majd ez megjelenítődik valaki más által, akkor mi nagyon fogunk örülni, és nézni fogjuk azt a műsort. Bocsáss meg, hogy nagyon patetikus legyek, mi már gyakorlatilag mindig a médiában leszünk, mert hogyha nagyon beképzelt vagyok, de az az igény, hogy felelősen és kritikusan és függetlenül gondolkodjunk, azt, ha nem is mi teremtettük meg, de mi hívtuk elő az emberek emlékezetéből ezt az igényt. És ez már ott van. Mikor mi rajtunk számon kérték ezerszer a blogon, hogy elpuhultatok, akkor valójában belül baromi nagyokat röhögtem, meg örültem, mert az, hogy ez az igény, ez most rajtunk csapódik, mint korbács, az annak köszönhető, hogy jól csináltuk a munkánkat. Tehát jól csináltuk azt a vállalást, hogy ezt újra felébresztjük az emberekben. És ez aztán attól már teljesen független, hogy látják-e a Robi arcát, vagy az én arcomat, vagy hallják-e a hangomat valamilyen médium. De azért az akkor is fontos, hogy például a legérdekesebb dolgokról sem beszélgettünk még, hogy azért most ti azért valahogy magatokban, bár ti ezt jól definiáltok, de sok ember, aki mondjuk szeretett benneteket, és ezek után is kívánni fogja a jelenléteteket az éterbe, az végig fogja gondolni, hogy hát itt van, újra kell gondolnom egy kifejezést, még egy szót, a cenzúrát, meg azt, hogy egyetlen a demokráciában a szólásszabadság, és stb. Ezek nem az én kedvelt szavaim, de hát most ezek mind eszembe jutnak sorra. Hogy akkor ezekkel mi van? Jó, hát az egy illúzió, hogy most már a boldog új korszakba léptünk, amelynek jegyében a történelem végpontját értük el, és ebben a korszakban megvalósult minden rendszerek legjobbika, legboldogabbika. Ne felejtsük el, hogy minden rendszer így gondolt magára. Tehát az államszocializmus is ezt gondolta magáról, hogy ez most már a megvalósult kommunizmus előfoka, és most már a történelemnek vége, és most már a párt vezérel mindenkit és mindnyájunkat, és most már csak a kapitalistákat kell legyőzni, és végre eljött a vágyott világ. Most ugyanez a helyzet, itt
vagyunk, eljött a demokrácia és jogállam korszaka az Amerikai Egyesült Államok vezetésével, már csak a terrorizmus nevű méteit kell legyőznünk, és eljött a vágyott korszaka, vége a világ történelemnek, és vége és itt van valójában a történelemnek a csúcsára, a parnasszusára értünk. De ugyanígy gondolkodott magáról a feudalizmus, ugyanígy gondolkodott magáról előtte a rabszolgatartó társadalmaknak a sokasága. Tehát nincsen semmi különbség. Az az igazság, hogy ezek a rendszerek csak újra struktúrálódnak. Természetesen ma is van cenzúra, ahogy mindig is volt cenzúra, csak ma már a cenzor az nem az állam megbízásából, hanem bizonyos tőkés csoportok megbízásából tevékenykedik. Szerintem nagyon, bocsánat, csak annyi, hogy szerintem nagyon sok ember, hogyha egy pillanatra is, vagy 5-10 percig ilyen mély összefüggéseibe láthatná a világot, akkor fogna egy borotvát és hosszába felvágná az ereit. Ebben az országban szerintem nagyon sok. Na akkor pont most nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy egyébként a Fukuyama az egy ritka kártékony valaki volt ebben a történelem végével. Le van ez játszva ebben a demokráciával, most már minden megvan oldva. Pontosan annyi a cenzúra a mi életünkben, amennyit hagyunk. Tehát ha én egy műsornak vagyok a programigazgatója, akkor én egy picit mindannyiunk szólásszabadságáért felelek. És az, hogy én az adott helyzetben, akik felelős pozícióban vannak, mit döntenek, az fogja kiadni azt a képet, hogy van cenzúra Magyarországon, vagy nem. Ez soha nem ment máshogy, mint hogy felelős pozícióban lévő emberek bevállalták ezt a felelősséget, hittek valamiben, és amellett kiálltak. Tehát ez mindig úgy fog működni, hogyha ebben mi nem hiszünk, nem lesz szólásszabadság, ha hiszünk, akkor meg lesz. Stóh Andris, sajnálom, át kell vennem a szerepét, sajnálom. Viszont nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy helyre tettetek jó pár dolgot. Én is személy szerint azt kívánom, hogy halljunk még rólatok minél hamarabb. Köszönjük. Gyertek máskor is, vagy a másik szándékom. Na, oké, köszönjük nektek is a hozzászólásokat, és hát majd jövő héten folytatjuk. Jó éjszakát!